Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora. Szerzel Endre a kórházban írt egy könyvet a zenészek zsenialitásáról, és azt terveztem már több héttel ezelőtt, hogy ennek szentelünk egy műsort, csak aztán a múltkor, amikor ez volt a kikiáltott cél, akkor elragadott minket a heti aktualitás, és akkor teljesen másról beszéltünk, úgyhogy a mai alkalomra várt az, hogy beszéljük meg ezt a könyvet, és Liszt Ferencnél hagytuk abba az előző fél órát, és most akkor kérem, hogy folytassa onnan, hogy azt mondta, hogy Liszt Ferenc szívtipló volt. Annyira, hogy tényleg gyűjtötték a cigaretta csikjeit, a hajtincseit, meg minden egyéb. Ja, mert szép férfi is. Nagyon volt. Szép férfi volt, egy nagyon szép férfi volt, és hát karizmatikus férfi volt, és tényleg úgy zongorázott, hogy sokan mondjuk ámulatba estek, és aztán jön a nagy szere. Érdekes módon a többi zenész, az, hogy úgy mondjam, mondjuk például Erkelnél nem említettem, ugye, hogy volt neki egy bátyja, hogy is hívták, azt hiszem János, igen, aki Pesten jogra járt, és akkor ő egy házba lakott az Adler családjánál, és akkor az Adler lány az őt tulajdonképpen Adél gondozta, és akkor megért, hogy elveszi feleségül, aztán lelépett, amikor meggyógyult, és akkor Erkel Ferenc ment oda békebírónak, és akkor a végül csak az volt a megoldás, hogy ő elvette feleségül Adler Adélt, és az 11 gyereket szült különben. Aztán nem, csak azt akarna mondani, hogy a Liszt pedig olyan érdekes módon, mert az első nagy szerelme az egy gróflány volt, és a papa kidobta, mint ugye Rangon alulit, és attól kezdve mindig csak grófnők és hercegnők kellettek neki. Mert bizonyítani akart, hogy lesz igen, neki olyan. Itt jön a Mari, ugye a híres Mari, aki aztán három gyereket szül neki, ugye, aki egy rettentő arisztokrata család, ott hagyja a családot, három gyereket szül, ugye a Blendint, a Kozimát és a hogy is hívták a fiút, a harmadik fiút, ez most egy kicsit gondol, nem. Dániel. Ez volt aztán Lisztnek a nagy tragédiája, mert az élő a fiába hitt mindent, és 20 éves korában meghalt TBC-be Dániel, aki egy nagyon tehetséges valakit. A lányok, Kozima fantasztikusan zongorázott, zongoraművész akart lenni, Blendin is jó zongorázott, de nagyon szép nő volt, elvette egy ügyvéd, aki aztán a harmadik Napóleonnak a minisztere lett, de a Blendin az első szülés után meghal, mert egy a melle úgy begyullad, hogy vérmérgezésben meghal, Kozima hozzámegy Bülóhoz, és akkor ugye majd jön Wagner. De amit mondani akarok, hogy aztán Lisztnek jön a orosz hercegnő, a Wittgenstein, ki nem volt egy szép nő, de hát marha gazdag volt, állandóan össze akartak házasodni, de hát mivel a nőnek nehéz volt elválni, ez nehezen ment, és akkor ugye így öregkorára Liszt úgy érezte, hogy túl sok bűnt követett el, és akkor belépett a papi rendbe, ugye, úgyhogy aztán ez olyan érdekes volt, aztán ugye Liszt meghal. Azért olyan érdekes, hogy ezek a zeneszerzők ezek körül mennyi válás volt ahhoz képest, hogy ezek abban a korban váltak, amikor ez egyáltalán nem volt. Hát azért ők a igazi művészek voltak. És az mondjuk nekem az rettentően tetszett, hogy aztán meghalt Liszt, és kiadták a szerelmei könyvét. Kik voltak a szerelmei? 26 nő van benne. Állítólag még 50-en jelentkeztek, hogy ők hol van. És hát még a Liszt naplójában is szerepel ilyen, hogy egyszer megkereste őt egy fiú, és mondta, hogy te vagy a papa. És akkor Liszt úgy csodálkozott, hogy ki is az anyád, és akkor mondta, és azt mondom, majd utána nézek, és akkor utána írt, megvan a levél, írt a fiúnak egyet, hogy itt valami tévedés van, mert én az ön édesanyját csak levelezés útján ismertem, és levelezés útján nem születnek gyerekek. Szóval azért volt neki humora. És akkor jön, amit kicsit szeretnék kiemelni, a Dohnányi Ernő, mert ugye azért Dohnányiról nem illet beszélni egészen a rendszerváltásig, ami teljesen mutatja, hogy egy milyen őrült társadalomban élünk. Ő, neki az édesapja nagyon jó zenész lett volna, de hát nem lehetett megélni, azért tanár volt. A felesége az egy szlovák nő volt, Szlavej Otília, és akkor megszületik kis Ernő, a Dohnányi Ernő, akiről már gyerekkorában lehet látni, hogy valami egészen zseniális muzsikus.
Bécsbe kéne menni, csak furcsa magyarságából ő a Liszt az akadémiára, tehát a Magyar Zeneakadémiára. Innen számítható a Magyar Zeneakadémia fölemelkedése. Végigjárja a világot, mindenütt Mozartnak mondják, meg Lisztnek mondják, mert olyan fantasztikus, és akkor ő aztán hazajön, ő lesz a magyar zene, hogy mondja, mindenek ő a vezetője, az operáz igazgatója, a zeneakadémia igazgatója, a filharmonikus igazgatója, de egy rendes ember, mert nagyon támogatja Kodályt, nagyon támogatja Bartókot, például ugye Kodálynak, amikor megcsinálja a Psalmus Hungaricust, az még 55. Zsoltár, de ezt a nevet, hogy Psalmus Hungaricus, ezt a Doknányi adja, és a Doknányi mutatja be. És amikor jönnek a zsidó törvények, akkor ő lemond a zeneakadémiáról, mert ki kéne rakni a zsidó muzsikusokat, vagy nem szabad fölvenni. Mindenről lemond, mert ő ezzel nem ért egyet, bújtatja a zsidókat, nagyon sok dokumentum van, hogy hányan köszönhetik neki az életét, és elkövet egy óriási baromságot, Zatureczky Ede beszéli rá, hogy amikor Szálasi hatalomra kerül, Szálasi tart egy kultúrnapot, és elmegy Doknányi oda, és lefényképezik őt, hogy Szálasi kezet fog vele. És ezért 45 után háborús bűnösnek kiáltják ki. Miközben zsidókat mentett odáig. Bizonyítottan. És akkor ő nem jön haza, és még utána is nyúlnak. Szóval ezt azért mondom, mert én filoszemita vagyok, és tudom, hogy mit köszönhetünk a zsidó kultúrának, de azért ez a zsidó bosszú az ő esetében, ez egészen furcsa. Tudni, a Doknányinak is az volt a baja, mint a géniuszoknak, hogy a tehetségtelen embereknek a képébe mondta. És ezért úgy nagyon sokan haragudtak rá. Úgyhogy elmegy Amerikába, és hát aztán ott hal meg. De két gyereke születik, mert elveszi a Zeneakadémián a szerelmét, aki tulajdonképpen Kumbald Elza, és ez egy írtó érdekes dolog megint, amit én most tanultam meg, hogy két gyerekük lesz, Hans és Elza. Elzát hagyjuk, férhez megy, sok gyereke születik. Hans érdekes módon nem lesz muzsikus, ez előtt most a piramis modellből, ő egy mérnök lesz, és fantasztikusan okos, beívják katonának, és ott is brillírozik, és a titkos szolgálatnak lesz az embere, és ott a legmagasabb rangba kerül, és kiderült utólag, hogy a Hitler ellenes merényleteket, azt mind ő szervezte. Tehát ő volt az ECSG-ben. Az első nem sikerült, mert egy Smolenskbe menő gépre bombát tettek föl, és nem robbant föl. A másik az a jól ismert, amikor ott 44-ben nagy robbanás volt, csak Hitlernek akkora mázlia volt, hogy nem ő halt meg, hanem más. És akkor fölgöngyölítették, és akkor rájöttek, hogy ki az ECSG-ben is Hans, és akkor bírósági tárgyalás nélkül kivégezték, és mivel tudták, hogy az apja muzsikus, ezért hegedűhúrral folytották meg. És akkor az ő gyereke a Christoph von Doknányi, aki egy fantasztikus karmester, és aki az Egyesült Államokban a Clevelandi zenekart, az Amerika és a világ egyik legjobb zenekarává tette, tehát itt azért megint csak a muzsikusok. És akkor jön Bartók Béla, közben megigazítom kicsit a mikrofonját. Jön Bartók Béla, hát arról azért sok mindent lehet tudni. Én egyet mesélek el, mert szerintem senki nem tudja, hogy van egy nagyon híres kutató Svédországban, Klein György. Ő 46-ban disszidált, és a svéd tudománynak az egyik legnagyobb alakja, rákutató. Ő mesélte, hogy disszidált Svédországba, egyetemre járt, kapott egy amerikai ösztöndíjat, és ott hallotta, hogy Szentgyörgyi Albert nyaranta Woods Hole-ban a birtokán ilyen nagy partikat rendez. És valahogy kibuliszta, hogy őt is meghívja, és akkor megérkezett, és bemutatkozott, hogy ő kicsoda, és jót akart mondani Szentgyörgyinek, és mondta, hogy professzor úr, nekem két igazi eszményem van, ön és Bartók Béla. És ettől Szentgyörgyi arca görcsbe rándult. Hát jó, el volt rontva az estéje, nem értette, hogy miért követett el ilyen nagy hibát. Úgyhogy a végén megvárta, hogy ő legyen az utolsó, és akkor odament, és mondta, hogy professzor úr, láttam, hogy megbántottam. Mivel bántottam? Szent György mondta, semmi. De ő nagyon ragaszkodott, hogy mondjon valamit, és akkor elmesélte, hogy ő megkapta a Nobel-díjat 37-ben, ő nagyon szerette a zenét, rendszeresen járt a Zeneakadémiára, és egyszer észrevette, hogy ott van Bartók a közönség között, mert egyik tanítványa játszott, és a szünetbe odament Bartók Bélához, és azt mondta, hogy Szentgyörgyi Albert vagyok, én nagy tisztelője vagyok önnek, mester, jó lenne, ha ismernénk egymást. És akkor Bartók ugye ránézett, félretolta,
és elment. És a Szent Györgyében egy olyan lelki sérülést okozott, hogy őt Bartók nem áll vele szóba, hogy hát még akkor is így gondot okozott. Bartók is hát kicsit autista volt. Igen, akartam kérdezni. Kicsit autista volt, ugye, és az is érdekes, hogy az első felesége 17 éves volt, amikor elvette, a második felesége 20 éves, tehát ugye a nőktől fiatalokat kereste nagyon. Fiatalokat, és az is olyan, hogy 13 évig él együtt a Ziegler Mártával, és akkor bejelenti, hogy váljunk el. És akkor én el akarom venni a Pásztori Dittát, és akkor hogy milyen nők vannak. És a Ziegler Márta azt mondta, hogy ha neked ez jobb, akkor én félreállok. És akkor a Pásztori Dittát magához hívta, és kitanította Bartók Bélára, hogy hogy lehet elviselni Bartók Bélát, hogy kell Bartók Bélával élni. Kevés ilyen nő van szerintem. És akkor az utolsóm, mert ugye most már Kodálynál tartunk, szóval megint Kodály valami olyan, szóval olyan érthetetlen ember. Papája vasutas, nagyon muzsikálnak, édesanyja nagyon szépen zongorázik, és ő muzsikus akar lenni. És akkor a papa azt mondja, hogy azok léhák, azok nem élnek meg, meg minden, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor megyek az ELTE-re. De azért párhuzamosan elvégzi a Zeneakadémiát is. A Zeneakadémiára úgy olyan siker, annyira sikerül a felvételje, hogy azt mondják, hagyják ki az első évet. Mondta, hogy nem, neki szüksége van az első évre. Aztán kitüntetéssel elvégzi, és rátesz még egy évet. Szóval ugye ezek nem olyan normális dolgok. Aztán a tanácsköztársaság alatt sok baja van, aztán megcsinálja 23-ban a Psalmus Hungaricus, az egy világsiker. Toszkanini mutatja be a Milánói Szkálába. Előtte a világ. És akkor ő elhatározza, hogy ő inkább a magyar népet tanítja meg énekelni. Szóval, hogy mondjam, én józan paraszti ésszel, ezt nagyon nehéz fölfogni. Mondjuk azt is, hogy hát azért az első felesége, a Gruber, Henrikné, a Schlesingeremma, én ült mellettem egyszer a Katona József Színházban. Hát ő fordítva volt, nem úgy, mint Bartók, nem, ő egy idősebb hölgy. Az 19 éve volt idősebb nála. Az komoly. És az én magunk közül szorítka csúnya asszony volt. Nagyon csúnya asszony volt. Híres viccek vannak, hogy nem tudom, egyszer a Kodály beszélgetett az olyan pártvezetőkkel, és akkor odaszólt neki hangosan, vigyázz, mert ezek kommunisták. Úgyhogy, és aztán ugye akkor ő meghal, nagyon jó házasság volt, és meghal, akkor Kodály nagyon depressziós, és akkor elveszi a Percei Saroltát, ugye, aki viszont 58 éve fiatalabb. Úgyhogy egyszer 19-szer idősebb, aztán 58-szal fiatalabb. Ezt mondjuk könnyebb megérteni. Igen, hát általában megint ugye a pesti zeneszerek mondják, hogy úgy kérte meg, hogy lesz-e az özvegyem. Találkoztam Saroltával, fantasztikus, ahogy ő még Kodályról most is gondolkodik. Tehát megint valami egészen különleges ember volt, és nagyon bátor volt. Tehát nem tudom, tudja, hogy ugye 56-ban ő megcsinálja az Zrínyi szimfóniát, aminek az a lényeg, hogy ne bántsd a magyart. Ugye ugyanott a török van, de hát mindenki tudta, hogy az oroszok. Úgyhogy a Rákosi ezért külön felelősségre mondta, hogy nagyon sok rosszat hallok magáról mostanában, mire mondta Kodály, én is magáról. Tehát egy nagyon karakány pali volt. Na most így áll össze az én csapatom. Én értem, csak még egy kérdést, hogy hogyan jöttek ki ők Bartókkal? Mert hiszen közösen kutattak. De jól. Szóval jól elviselt, mert Bartókot nehéz volt elviselni, de ő jól elviselte. És az a furcsa, ami azért a magyar kultúrára nem jellemző, hogy azért ez a nagy hármas, Dohnányi, Bartók és Kodály, ezek támogatták egymást. Lehet, hogy a lelkük mélyén, nem tudom, de amit az ember kívülről lát, hogy Dohnányi mutatja be külföldön az ő műveiket, és hogy mondjuk Kodály hogy védi meg Dohnányit a háborús bűnösséggel szembe, tehát én azt érzem, hogy ők tudták, hogy kik ők, és támogatták egymást, ami azért a magyar Ebből két emigráció van, és egy itthoni. Igen, mert Bartók is ugye ott van. Társág, és igen. Viszont egyikőjük se zsidó. Nem, ez egy érdekes dolog, mert ugye például a karmestereknek, 50, több mint 50%-os zsidó a nagykarmestereknek, itt érdekes módon a zeneszerzőknél ez nem jön be. És akkor most jönne, ha megengedi, még egy kis következtetések. Tehát borzasztó igaza volt a ógörögöknek, hogy a zenei géniusságra születni kell. Most itt nagyon fontos egy különbségtétel. Kodály Zoltánnak igaza van, hogy mindenkit meg lehet tanítani a zene szeretetére, mindenkit meg lehet tanítani énekelni. De ez egy ilyen harang alakú görbe. Tehát ott van az emberek 95%-a, ahol a gének nem fontosak, meg lehet őket tanítani zene szeretetére énekelni, de ott a két szélén vannak a különlegesek, ott vannak a botfülűek,
teljesen igen. intaktak minden zenei. Úgy mondják, hogy amuziálisok, ma ez a hivatalos név, és akkor ott vannak a kivételes zenei talentumok, mert azt hiszem Kodály Zoltán is Lukácsba együtt jártunk úszni, és kétszer zuhanyoztam vele. És tudja, ez olyan furcsa, amikor tudja, mesztelenül áll mellettem Kodály Zoltán. És maga akkor már fiatal orvos volt, igen. és bemérte, hogy igen. mit végez majd el az idő. Minden. Gondoltam. Minden. Igen. Minden. És ő se vitatkozna azzal, hogy viszont a legjobb zenepedagógusoknak odaadunk egy gyereket, hogy csináljon belőle Mozartot vagy Bartókot, nem tudna. Tehát a gének csak ott a két szélén nagyon fontosak. Igen, na de hát ezt magától tanultam. Lovász Lászlót se lehet csinálni senkiből. Így van, pontosan. Tehát akiket maga megkutatott, azoknak mind a... Vagy ha úgy veszük az Isten adta, ha úgy veszük a sors adta nekik a vagy tehetséget. Vagy a DNS adta, vagy igen. A DNS. Igen, tehát ez az. És ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert ez borzasztó fontos, hogy tehát a muzikalitás általában nem genetikailag meghatározott, de a kivételek az a gének szerencsés kombinációja, mert Mozartot, meg Bartókot, meg ezek a többieket, ezt a legjobb pedagógus se tudja csinálni. Ez gének szerencsés kombinációja kell, és akkor ugye, amit már a piramis modellben megbeszéltünk, hogy van egy felemelkedés, amiben biztos a családi minta is, meg a pedagógia is, de azért a gének, és akkor ott van a csúcs, és akkor jön a visszatérés az átlaghoz. Ez a genetika demokratizmusa. Mert hogyha ugye mindig csak ők lennének, akkor csak kialakulna egy külön kaszt, így viszont tulajdonképpen az van, hogy mindig egyszer ott ugrik ki a gének szerencsés kombinációja, aztán ott, aztán szépen lecseng. Bár nekem vannak ilyen hülye ötleteim, ugye, mert a piramis modellből az következik, hogy például a mostani profi zenészek, ők vannak a második szinten. Neki kéne adni plusz családi pótlékot, hogy csináljanak még néhány gyereket. Mert hogy nekik lennének majd... Hát, ha jönnek majd... a zsenik? Persze, az ő gyerekeik. Hát azért, legyünk őszinték, hát azért a Perényi család most is, meg hát azért a Kocsis család is, azért azt mutatja, hogy ez a családi halmozódás, ez rettentő fontos. De Bartók csinált gyereket? Kodály csinált gyereket? Kettőt. Kodály nem. Kodálynak nem volt gyereke. Ezt megkérdeztem Saroltát, de azt mondta, hogy erről nem beszél. Bartóknak két gyereke volt, mindkét feleségétől egy-egy. Én a Bélával, a legisabb Bélával találkoztam. Megint tönkreteszi az elméletemet. Azt mondta nekem, hogy ő botfülű. Hát úgyhogy nagyon elhódtam a zseredbe. Mert hát így akkor, jó, hát a kivétel erősíti a szabályt. De a második, ami nagyon fontos, hogy rettentő korán megmutatkozik. Tehát ahogy Mozartnál is, 3 éves korban, Lisztnél is, de Beethovennél is, Erkelnél is, Bartók még nem tudott beszélni, de amit hallott a rádióban, ledobolta. Szóval egy nagyon korán megjelenő tehetségről van szó, és nagyon erősen genetikailag meghatározott a kivételes. És ezt nagyon nehéz megérteni. 200 000 milliárd agysejtünk van, és a 25 000 génünk közül 10 000 az agyunkkal kapcsolatos, és minden fontos emberi, szellemi adottságért sok gén felelős. Hogy lehet, hogy a zeneiért ilyen kevés? És tudja, mi a magyarázat? Mi? Hogy ez egy ember előtti jelleg. Hát a madár is tud énekelni, a kutya is tud vonítani, a marha is tud bőgni, és biztos, hogy az előember is már tudott énekelni, mielőtt megtanult volna beszélni. Tehát ez egy rettentő, ami ősi jelleg, az nagyon kevés gén által, és erősen meghatározott. Nem látta ezt a virtuóz, fiatal zenész, géniusz gyerekeknek a tévéműsorát? Nem, sajnos. Ott volt egy szlovák, aki nem tud beszélni, de énekelni ragyogóan beszélt. És több ilyen eset van, hogy beszélni nem tud, de énekelni tud. Tehát ez valami nagyon ősi tulajdonság, és ezért van az, hogy korán megmutatkozik, és erős a genetikai hajlam. És akkor az utolsó, amitől én fenékre estem, hogy ugye Erkel 83 évig él, Liszt 75 évig, Dohnányi 83-ig, Bartók, hát ő a kivétel, 64. Ugye ő, neki ugyanaz a leukémiája volt, mint nekem, mielőtt leukémia is, mondja, hogy teleputtonnyal ment el, és Kodály 85. Kiszámolom az átlagot, 78 év. Ebben a korszakban a magyar férfiak átlagos élettartama 58 év volt. Ezek a zeneszerzők 20 évvel éltek tovább, mint a magyar átlag. A zene megjavítja az élet lehetőségeket? Ezt kérdezem én is.
lehetséges, hogy az a zene valami olyan belső harmóniát teremt? Biztos maga is érezte, hogy elmegyek egy jó MIPA hangversenyre, ott voltam most a berlinieken, meg ott voltam a bécsieken. Az ember bemegy egy kicsit zaklatottan, leül, és akkor úgy jön ki onnan, hogy az ember valahogy úgy érzi, hogy szép az élet, és fel vagyok szabadulva, és van egy belső harmóniám. Lehet, hogy ezek a muzsikusok ezt mivel tartósan élik meg, hogy tulajdonképpen a zene ennyi életerőt ad, ilyen lelki egészséget ad. Szóval azóta úgy nagyon egyetértek Kodály Zoltánnal, aki azt mondta, hogy az éneklés az tulajdonképpen az életnek egy akkora adománya, ami hozzájárul ahhoz, hogy hosszabban és jobban éljünk. Szóval ez egy nagyon furcsa tanulság volt mondjuk a költők után. A költők ugye az én általam vizsgált költők, azok 49 évesek voltak. Tehát még 50 évet se éltek meg, mert azok ilyen rettentő önpusztítóak voltak. És ezzel szemben meg ezek a muzsikusok, ezek valami olyan belső harmóniával rendelkeztek. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy a pszichiátriai betegségekben is próbálják felhasználni a zeneterápiát, de azóta ez állandóan bennem van, hogy ezt azért jobban ki kéne bontani, és jobban meg kéne érteni, hogy mitől van az, hogy a zene valahogy a lelki egészségünket és általában az életminőségünket javítja. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hajrá, bontsa ki, értse meg, és felítatjuk azt a kidőlt vizet, amit itt a stúdióban sikerült létrehoznunk közös erővel, Árva Brigittával és Rózsahegyi Gáborral készítettük ezt a műsort. Viszonthallás!